A hétvége és a mai nap legfontosabb eseményeivel jelentkezik híradónk, köszöntöm nézőinket! Két városmarketing filmet és 7 kis spotot készített a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. A múlt évben. Az elkészült alkotásokat ma mutatták be az Eszterházi kastélyban az érintett turisztikai attrakciók vezetőinek. A filmek nem csak a turisták városba invitálására készültek, hanem arra is, hogy a pápaiak városukhoz kötődését erősítsék. Az imásfilmek forgatása a múlt év nyarán zajlott, a filmeket az Ink Panther Productions készítette. A tavalyi év végére a filmek el is készültek, és a terveink szerint ezeket február végén, március elején a szezonnal indultva mutattuk volna be, de aztán jött a mindenki által ismert helyzet, és hát most a szezon bizony júliusban indul, úgy igazán, ezért a mostani szezon kezdetre időzítettük a filmek bemutatóját. A filmbemutatón dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a vendégeket. Mint mondta, szándékosan városon kívüli filmkészítőket kértek a feladatra, hogy egy kicsit más látásmóddal mutassák be a várost, mint ahogy azt a pápaiak nap mint nap látják. Ezeknek a filmeknek több céljuk van. Tagadhatatlanul célja az, hogy megszólítson embereket turistaként, és elcsalogass őket ebbe a városba. De ezek a filmek arról is szólnak, hogy legyünk büszkék arra, amink van, legyünk büszkék arra a helyre, ahol élünk, merjük megvalni a pápaiságunkat, és erősítsük a helyi identitástudatot. Én azt gondolom, ezek a filmek ezt a feladatot ezt jól közelítik meg, és remélem, hogy jól is szolgálják. Két hosszabb, közel 3 perces kisfilm készült, és 7-20-30 másodperces spot, külön-külön a látnivalókról. Így többek között az Eszterházi kastélyról, a Várkertfürdőről, a Kékfestőről, a Pannonia Reformáta Múzeumról és a pápai templomokról. A helyi identitást erősítő filmben többen vallanak pápaiságukról. Az, hogy ki vagyok én, pápával összefüggésben meg lehet fogalmazni, ez nagy dolog. Pápa izgalmas hely már annak számára, akinek az izgalom valami többet jelent, valami kulturális élményt jelent, ugye, szóval eljön az ember, és rácsodálkozik egy ilyet, ez fantasztikus, és ez mind a miénk. Boros Katalina, a Pápai Platán Nonprofit Kft. Ügyvezetője azt hangsúlyozta, bízik abban, hogy a filmek jó reklámot jelentenek a városnak. Bízom benne, hogy aki itt volt, közülük mindenki megtalálja azt a felületet, ahol a saját, illetve a város népszerűsítése érdekében ezek a kis filmek pöröghetnek, érvényesülhetnek, és hát bízunk benne, hogy nagyon sok vendéget ide csalogatnak majd a városba. A kastély természetesen a saját csatornáim mindegyiket be fogja mutatni. A most elkészült filmek már a napokban láthatók lesznek az egyes attrakciók különböző internetes felületein, a több órányi nyersanyag pedig lehetővé teszi, hogy további marketingfilmek is készüljenek. Új terményszárító és tároló üzemet létesített a Gabért 2003 szövetkezet mezőlakon. A környék 100-nál több gazdálkodójának gabonáját vásárolják fel, tárolják és értékesítik. Évente 30-40 ezer tonna termény fordul meg náluk, mintegy 1,5 milliárd forint forgalmat bonyolítva. Az új terményszárítót szombaton avatták fel mezőlak határában. A Pápa környéki gazdaszövetkezet 2003-ban alakult. Több mint 100 környékbeli tagja van, az általuk művelt területek nagysága eléri a 8000 hektárt. A tagok saját gazdaságaikban termelnek, de ezt követően a közös értékesítést, a feldolgozást és a raktározást a szövetkezet végzi. Ennek a folyamatnak a segítése céljából építették fel az új létesítményt. Ez egy 5 éves projekt, amióta ezt elkezdtük. Nagyon nehéz volt, de gyakorlatilag a végére értünk. És egy terménytároló, szárító egységet hoztunk létre. Ezt 1 évvel ezelőtt úgy kellett elképzelni, hogy mondjuk kukoricatábla volt a helyén. A beruházás összköltsége elérte a 600 millió forintot. Az ünnepélyes keretek között felavatott üzemben egyebek mellett 3 darab 1000 tonna kapacitású toronysiló, egy-egy terményszárító és tisztító, valamint egy terménytároló csarnok kapott helyet. A szövetkezet a fejlesztéshez a vidékfejlesztési program keretében több mint 160 millió forint támogatást nyert. Az avatáson dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte az összefogás jelentőségét, mely hozzájárult a beruházás megvalósulásához, erősítve ezáltal a vidék megtartó erejét.
A gazdák összefogtak, hogy ne kelljen külön-külön gabonaszárítót, terménytárolót építeni, ez fajlagosan is megéri. Tulajdonképpen mindenki termeli a maga földjén a gabonát vagy a különböző terményeket, és a közös szárítás, a közös tárolás az, ami ezt az összefogást létrehozta. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is tagja a Gabért 2003 szövetkezetnek. Györfi Balázs azt mondta, nagy munka volt a terményszárító üzem létrehozása, a megvalósuláshoz pedig önerőre is szükség volt. A gazdálkodók a saját gazdálkodásuk eredményéből tettek bele guruló forintokat abba, hogy ez a beruházás elindulhasson. Pályáztunk, a vidékfejlesztési programból sikerült is nagyságrendileg 160 millió forintot nyernünk, és a fennmaradó részt pedig hitelből finanszíroztuk. Ez azt jelenti, hogy a következő években azért továbbra is a felelős gazdálkodást kell, hogy előtérbe helyezzük, hisz a hiteleket vissza kell, hogy fizessük. És hát nyilván ez a telephely, ez egy nagy biztonságot jelent, egy komoly infrastruktúrális hátteret a gazdálkodóknak. A környékben őszi és tavaszi búzát, illetve árpát termelnek a gazdák. A szövetkezet éves árbevétele 1,4 és 1,7 milliárd forint között alakul. Az utóbbi években átlagosan 15 ezer tonna őszi és tavaszi búzát, illetve kukoricát, valamint 2500 tonna takarmány és sörárpát vásároltak fel. Innentől kezdve ezen gabonafélék szárításának és tárolásának az új mezőlaki üzem is helyet fog adni. Állati kalandok címmel szervezte meg első nyári táborát a Jókai Morvárosi Könyvtár. A gyerekek jártak kalandparkban, olvastak is, volt előadás a denevérekről, valamint sokat voltak a szabadban. A kézműves foglalkozásokon is különféle állatfigurák készültek változatos technikával. A könyvtár udvarán álló tágas közösségi tér a tábor helyszíne, illetve szerencsére jó adottságú az intézmény, van játszótér és füves terület is. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon várták már a tábort, eddig bent voltak, úgymond összezárva a házban a testvéreikkel, és most végre kiszabadulhattak. Nagyon szeretnek a játszótéren mozogni, rohangálni, kidobósozni. A gyerekek is nagyon várták már, hogy közösségben lehessenek. Sokat lehet itt játszani, sok baráttal találkoztam, ismerőssel, szereztem egy jó barátot is magamnak. Járt a táborban Mészáros József denevér kutató barlangász, ő tartott előadást, a gyerekek voltak a Kékfestő Múzeumban, valamint ellátogattak a Rezi, Dino és Kaland Parkba. Tök jó dolgok vannak itt, sok a játék és sok kirándulás van itt. Melyik tetszett a legjobban? Dino Park. Miért? Mert ott nagyon sok játék volt. A tábor segítség volt a szülőknek, és jó program a gyerekeknek. Egyrészt szeretem a könyveket, és amikor anya elmondta, hogy milyen klassz programok lesznek, én rögtön elájultam, a Kékfestő, a Dino Park, nekem ez nagyon tetszett. A könyvtár második nyári tábora július 11-e és 17-e között lesz a hagyományőrzés jegyében. A lezárult, valamint a szervezet által nemrégiben meghirdetett új művészeti pályázatokról számolt be híradónknak a Gyermekjóléti Alapítvány elnöke. Rácz Ottó kiemelte, megmérettetéseik legfontosabb célja a tehetségek felkarolása, mentorálása. Több pályázata is zajlott, illetve zajlik jelenleg is a Gyermekjóléti Alapítványnak. Köztük kettő is van, melyet az EMMI, illetve a Nemzeti Együttműködési Alap elnevezésű háttérintézménye, valamint a Márton Áron szakkollégium is támogatott. Ezek közül az egyik a közel 100 pályázót vonzó Itthon e hazában című országos művészeti pályázatuk, mely a közeljövőben ért véget. Ez a pályázati programunk ez körülbelül egy évig húzódott, benne műhelymunkák, kulturális programok és nagyon színvonalas művészeti pályázatok bonyolódtak, amelyek most fejeződtek be, és a végeredmény és a díjazásra is most került sor június hónapban. És amire még különösen is felhívom a figyelmet, amire büszke vagyok, hogy nagyon sok önkéntes tudtunk megmozgatni ezzel a programmal, nem csak Pápán, hanem a régióban, illetve Rábaköz területén is. Ugyancsak nemrégiben fejeződött be a második Kárpát-medencei földrajztörténelmi nemzetközi tanulmányi verseny, melyre Ukrajnából, Erdélyből és Felvidékről is voltak versenyzők.
Az alapítvány nemrég zárta le az 5. és egyben meghirdette a 6. nagy históriás rajzpályázatát is. Egy hagyománnyal rendelkező és gyerekek, diákok által nagyon kedvelt pályázatról van szó, ugyanis nem egy általános témához kapcsolódik, hanem ők választhatnak. Trianon 100 éves évfordulójára, 7-től 10. évfolyamos diákok számára szintén országos szinten hirdetett rajzpályázatot az alapítvány. A beküldési határidő szeptember 18-a, mondta Rácz Otto, aki tájékoztatott arról is, hogy a BM támogatásával a Szavale Együtt Roma-Magyar Együttélés civil szervezettel közösen ősszel kiadványt fognak megjelentetni a roma irodalomról művészeti alkotásokkal. A pályázatokkal kapcsolatban az elnök kiemelte, céljuk a tehetségazonosítás és a tehetséggondozás. A művészetekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekek és fiatalok felfedezése és további tevékenységük segítése. Zenélő Magyarország címmel 3 napos szabadtéri koncertsorozatot rendezett Budapesten és 12 vidéki helyszínen a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara június 26-a és 28-a között. Pápára a Fúvós Kamara zenekar látogatott el és adott koncertet vasárnap délután a főtéren. A zenekedvelők Mozart egyik legfontosabb fúvós hangszerekre írott művét hallhatták remek előadásban. A Magyar Rádió művészeti együtteseihez tartozik a Magyar Rádió zenekara, az énekkar és a gyerekkórus. Ezek a csoportok vettek részt a 7 régióra kiterjedő zenei kezdeményezésben. Legfőképpen most kamaraprodukciók vannak. Itt most egy fúvós együttes volt hallható. Ezen kívül van egy vonósok, tehát vonós négyes, és a rádió énekkar is kamaraprodukciókkal örvendezteti a közönséget. A koncert helyszínek kivétel nélkül szabadtériek voltak, így a járókelők kötetlenül élvezhették a szép zenét. A közönségnek van erre igénye, és nagyon szeretik, hogyha házhoz jön, vagy helyben jön hozzájuk a komoly zene is, és bevallom, nagyon sokan természetesen úgy mennek, hogy nem biztos, hogy a koncertre jönnek el, hanem csak sétálnak, belefeledkeznek. A pápaiak Mozart 13 hangszerre írt B-dur szerenádját, a Grand Partitát hallhatták. Mozart idejében a szerenádok igazából ilyen egyszeri játékra voltak alkalmasak. Nagyon sok hotel miatt el is tűnt például, mert csak eljátszották, és utána nem játszották többen. Ez a Grand Partita viszont ez egy olyan monumentális mű a Mozart életében is, amit nagyon szívesen játszik minden zenekar fúvós együttese. A zeneszerző egyedülálló lassú és gyors tételei, vidám keringői, gazdag variációi nagy tetszést arattak a közönség körében. A 90 esztendős Takács Károlynét köszöntötte vasárnap délben az alpolgármester. Az ünnepelte a kedves jókívánságok mellett virágcsokrot, Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét és a város ajándékcsomagját vehette át Unger Tamástól. Angéla néni jó egészségnek örvend, fiatalságát, fittségét bárki megirigyelhetné. Az egyik belvárosi étteremben gyűlt össze Takács Károlyné családja, hogy köszöntsék édesanyjukat, nagymamájukat, dédnagymamájukat. Takács Károlyné 1930. június 28-án született Nemeskocson. Pápára 11 éves korában, 1941-ben költöztek, azóta itt él a városban. Azt mondja, nem panaszkodhat, jó élete volt. Nagyon szép gyerekkorom volt. Akkor rosszat nem mondhatok. Szerencsém van nagyon. A családdal már, amelyikbe beleszülettem, a nagyszülők, azoknak is kedvence voltam, vagy hát ők nevelték. Iskolába jártam, a Református Nőnevelő Intézetbe. Onnan a 3. liceumból maradtam ki, mert sajnos apám a fronton volt. Utána elmentem a tangazdaságba dolgozni, ott fejőgulyás voltam 9 hónapig. Azt akkor bementem 50-valamikor a gyárba, 54-be, az Elektromaxba. Onnét mentem nyugdíjba is. Angéla néni népes családban él.
büszkén veszi számba gyermekeit, unokáit. Van 3 lányom, van 7 unokám és 10 dédunokám. És 2 unokám van, a 3. majd most születik, állítólag az kislány lesz. Kedves szavakkal köszöntötte a 90 esztendős Takács Károlynét Unger Tamás alpolgármester, aki a szép liliumcsokor mellett a város ajándékcsomagját is átnyújtotta számára. A köszöntések történetében első alkalommal szeretném átadni a városnak az ajándékcsomagját is, amelyet innentől kezdődően minden 90 évesnek át tudunk adni. A németországi Teutón Uralment támogatásával és segítségével egy olyan ajándékcsomag, ami kimondottan idősek számára állítódott össze, és olyan kis praktikus hétköznapi dolgok vannak benne, amelyeket tudnak hétköznapban használni. Angéla néni úgy fogalmazott, a hosszú élet titka a sok munka. Azt mondta azért, mert az ad erőt és edzettséget. Takács Károlyné, bár látása megromlott, nagyon jó egészségnek örvend. Fitt és fiatalos, senki nem mondaná meg róla, hogy 90. születésnapját ünnepli. A háztartást a mai napig ellátja. Kedvenc időtöltése a tévézés. Azt mondta, legnagyobb öröme, hogy sok időt tölt unokáival és dédunokáival. Holnap már újra nyári idő lesz. Részletek néhány másodperc múlva. Kedre a front elvonul, sok napsütésre, száraz időre van kilátás, és csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel 12-19, napközben pedig 25-30 fok várható. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója hétfőn. Műsorunkat egy óra múlva ismét megtekinthetik. Viszontlátásra!